Sziasztok! Ez itt a Mit tanított az egyetem? Milyen érdekes fejlődésmérséket hozott a pszichológia szakcímű videósorozat. És egy elég érdekes tanulság volt annak a felismerése, hogy mennyire fontos a tudományos közegben az, hogy az ember hogyan fogalmaz. Képzeljétek el, hogy volt egy olyan vizsga, ami elképesztően érdekelt. Tehát tényleg, ami jobban érdekelt, mint az összes többi tantárgy, és sokkal többet tanultam rá, mint az összes többi tantárgyban. És ebből a tárgyból 4-szer buktam meg. Nem azért, mert nem értettem volna az anyagot, vagy nem tudtam volna elmondani a lényegét mindenek a tanulságnak, hanem azért, mert nem tudtam ezeket megfogalmazni szóról szóra pontosan úgy, ahogy a definícióban szerepelnek. Ennek feltételezem, hogy nem gonosz szándék van minden mögött. Méghozzá azért feltételezem mindezt, mert a tudományos írások általában megbízható írások. És hogyha egy tudományos megbízható írás valamilyen szinten rosszul fogalmaz, vagy kétértelműen fogalmaz, akkor annak az lesz a következménye, hogy én nagyobb eséllyel fogom félreérteni, vagy rosszul felhasználni. És amikor azt látjátok, hogy én valamilyen szinten kritizálom azt, hogyha valaki általánosít, vagy túl általánosít, vagy éppen olyan dolgokat fogalmaz meg, amik nem feltétlenül igazak, akkor benne van ez is, nyilván ez a tapasztalat, hogy itt nekünk ez nagyon-nagyon komolyan veszik. Másrészt pedig az is, hogy az emberek valóban elhihetik azt, amikor azt mondja valaki, hogy bármit elérhetsz. Tehát én elmondom neked, hogy amikor 14-5 éves voltam, és akkor hallgattam ezt a sok-sok motivációs videót, amin felnevelkedtem tulajdonképpen, hogy te bármit elérhetsz az életben, az elméd bármit meg tud teremteni, amit igazán elképzel, és igazán hisz benne, akkor azt gondoltam, hogy ez mind-mind tényleg így van. És a mai napig nem tudom ezt bizonyítani szó szerint, hogy így, tehát ez így nem így van, mert hogyha azt mondom neked, hogy én nagyon-nagyon elhiszem, hogy ezt az asztalt most a puszta elmémmel ketté tudom törni, és fel tudom emelni, akkor lehetséges, hogy tényleg csak azért nem sikerül, mert ugye nem hiszek benne eléggé, és lehetséges, hogy ezt mondhatod nekem. Viszont ugyanakkor a fizikai világnak ugye vannak törvényei, és amikor azt mondja nekem valaki, hogy bármit elérhetek, és én pedig beleütközök azokba az emberi limitációkba, amik vannak. Tehát például mondjuk abba, hogy egy ember nem tud 300 km/órás sebességgel futni, vagy nem tud a fénysebességnél gyorsabban futni, és én elhittem nagyon, hogy húristen, én tényleg bármit elérhetek, akkor jobban, gyorsabban tudok futni, mint a fény vagy a hang, akkor nyilván ez egy nagyon-nagyon karikaturizált példa, de akkor is ez szó szerint azt jelenti, bármit elérhetsz, egyenlő, gyorsabban tudsz futni, mint a fény. És akkor mondhatják rá, hogy hát én nem vállalok felelősséget azért, amit mondok, csak pontosan nem. Igen, és most ez egy freudi elszólás volt, tehát hogy nem vállalok felelősséget azért, amit te kihallasz belőle, csak azért, amit mondok, szokták mondani a nagy trénerek. Értem. Ezzel együtt pedig én úgy látom, hogy szerintem igenis van felelősségem abban, hogy te mit hallasz ki, mert úgy kell megfogalmaznom, hogy azt értsd, amit mondok. Tehát hogy ezért nagyon-nagyon sok energiát érdemes befektetni, mert azt mondom, hogy bármit elérhetsz, és ezen nagyon sokszor ki szoktam térni, akkor az azt jelenti, hogy bármit elérhetsz. Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ha én bármit elérhetek, akkor elérhetem azt, hogy elérhetem innen a kamerát. Tehát szó szerint fogalmazva elérhetem a két kezemmel a kamerát, ami otthon előttem is, amivel felvesztek engem. És mondhatjátok, hogy én most csak biztos kritizálok, vagy panaszkodok, vagy irigykedek, de én azt mondanám, hogy gondolj bele abba, hogy mikor voltál utoljára olyan helyzetben, hogy úgy érezted, hogy valami nem sikerült. Biztos, hogy volt már veled az életed során bármikor, csak egy pillanatra is olyan, hogy ne sikerült volna, amit kiszerettél, akit kitaláltál magadnak. Mondjuk nekem milyen volt az, hogy első helyen mondjuk nem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet jelöltem meg, hanem az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemet jelöltem meg pszichológia szakra, és amikor nem vettek föl, akkor nagyon-nagyon csalódott voltam. Úgy értem, hogy nem vettek föl, nem az első helyre, hanem a második helyre vettek föl, mert hogy azt gondoltam, hogy én bármit elérhetek. Tehát, hogyha valamit nem értem el, akkor itt valami nagyon komoly gond lehet velem, hogy tényleg nem akartam eléggé, és elkezdtem magamat ostorozni, miatt, mert nem sikerült azt elérnem, amit elsően kitűztem magamnak. És akkor nagyon csalódott voltam. Viszont ez egy jóval kisebb példa, mint az, hogy azt mondom, hogy a tudatommal ketté tudom törni ezt az asztalt, tehát nyilvánvaló. Mindezzel együtt az, hogy bármit elérhetek, az szerintem egy olyan gondolat, amit jó érzés hallani. Egy olyan gondolat, amit jó érzés elhinni, és motiváló, és jó érzéssel tölt el minket, és növeli az egónkat, és boldogabbak leszünk általa, és ezáltal még inkább arra az emberre akarunk hallgatni, aki ezt mondja nekünk.
de nem biztos, hogy hosszú távon is mindig igaz. És én szeretnék olyan dolgot mondani neked, és ezért is járok az életemre, ami tényleg igaz. Nem csak most, hanem 5 perc múlva is, és ami mondjuk 10 év múlva, hogyha visszahallgatod, akkor is igaz lesz. Nem tudok ezért felelősséget válni sajnos, hogy mindez így legyen, mert mint mondtam, nem érhetek el bármit az én véleményem szerint, tehát hogy vannak korlátaim most így emberként. Mindezzel együtt törekszem arra, hogy a lehető legtöbbet kihozzam magamból, és szerintem ez az a fajta hozzáállás, ami szerintem egy reálisabb hozzáállás, mint az, hogy oké, én igazából bármit elérhetek, és olyan dolgokat is felelősséget vállaljak, amiért nem is tudnék felelősséget vállalni akkor is, hogyha nagyon akarnék. Ez volt az a kis, ilyen kis rend erről, hogy bármit elérhetek-e vagy sem. És az egésznek a gondolata az volt, a fő gondolata, hogy nem csak az számít, amit gondolok amögött, amit mondok, hanem az is, hogy szó szerint mit mondok. Mert a szavakból következtetsz te is egy jelentésre, és abból képezed le saját magadnak az információt. Tehát nem csak az számít, amit át akarok adni, hanem az is, hogy mit mondok. Ez itt az ilyen érdekesség, amit felismertem a pszichológia szakon. Hamarosan folytatjuk.